A bemelegítésnél derült ki, hogy három meghatározó játékos nélkül érkezett Nyíregyházára, a bennmaradását már bebiztosító atomerőműese. Az első negyedben kiegyenlített volt a játék, 10 perc után 4 ponttal vezettek a vendégek. A második játék részben újabb 5 pontot tett hozzá előnyéhez a Paks, amely a fordulás után tovább növelte a különbséget. Volt, amikor 16 ponttal vezettek a vendégek, de a cápák a negyedik negyedben elkezdték a felzárkózást. Ez egészen 2 pontos különbségig sikerült is, ennél közelebb azonban nem engedte ellenfelét a Paks. Az utolsó percet már csak le kellett pörgetniük a vendégeknek, a Nyíregyháza pedig egy olyan vereséget könyvelhetett el, amelyik lehet, hogy a legfájóbb lesz, amennyiben a csapat búcsúzik a legmagasabb osztálytól. Az ellenfelünk 3 fontos játékosa nélkül játszott. A teljes keretükre készültünk, amikor megtudtuk, hogy tartalékosan érkezett a Paks, talán elhihették a játékosaink, hogy ez könnyű meccs lesz. Az első félidőben amatőr csapatnak tűntünk. Tiszta dobásokat engedtünk, megvertek minket 1-1-ben. Érthetetlen, egyelőre én is keresem a válaszokat erre a produkcióra. Több bevethető játékosunk volt, mint az ellenfélnek. Meg kellett volna nyernünk ezt a mérkőzést, de már az első félidőben elveszítettük azt. Később ugyan visszajöttünk, Szobidani energiát vitt a játékunkba, de rossz döntéseket hoztunk szoros állásnál. Megérdemeljük a vereséget, ha összehasonlítjuk, hogy a két csapat mennyi energiát tett bele a mérkőzésbe. Vékonyka esélyünk van még a túlélésre, de nagyon nehéz dolgunk lesz. A vendégek edzője szerint a kényszerből alkalmazott szerkezetükkel meglepték a nyíregyházi csapatot. Az, hogy ma ilyen kerettel jövünk, ez csak tegnap derült ki. Tegnap még úgy volt, hogy lesz Atkinson is, Erlingsfeld is, úgyhogy ezt a felállást abszolút nem tudtuk begyakorolni, viszont most nem akarom a Nyíregyházát, nem én vagyok a védőügyvédjük, de egy ilyen szerkezet ellen azért játszani is nehéz. Tehát ugye pont bejöttek azok a dolgok, amik egy ilyen szerkezetű csapatnak, mint amik mi voltunk. Ugye sikerültek a 3 pontosaink. A Nyíregyháza igazából azt tudom mondani, hogy azt a védekezést választotta, amit én is vártam. De ugye ezt nem tudtuk begyakorolni, csak megbeszéltük az öltözőbe, hogy próbáljunk, hogy támadjunk ellene. De emellett, amit a Milán is kiemelt, nem csak az, hogy 88 pontot dobtunk, hanem hogy tényleg az a küzdés, hogy nem tudott minket magas poszton se ledominálni a Nyíregyháza. Most a Konénak és a Kopsznak azért voltak egy-két visszatett támadó lepattanói, de ez most benne van. Nagyon nagyot küzdött mindenki, aki oda került arra a 4-es-5-ös pozícióra. És tényleg egyszerűen azt tudom mondani, hogy nagyot harcoltak a fiúk. A 6. fordulóban a budapesti Honvéd 95-73-ra verte a Kaposvárt, a Szeged pedig 78-76-ra győzött az Oroszlány ellen. Az alsóházi tabella élén az atomerőműese áll 16 ponttal, a 8 pontos Nyíregyháza a 6. helyen várja a Szeged szombati vendégjátékát.